Sziasztok! Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Egy nagyon picit még várok, jó? Hogy így lássam, hogy így tudtok csatlakozni. A képen egy olyan festményt láttok, amit el szeretnék veletek készíteni ma este. Várok még egy picit. Tehát több színben fogunk dolgozni, illetve több szín fogtok látni. És hát ugye, ami a mai bejelentkezésnek a különlegessége, most így ide rápakolom, hogy a PentArt újdonságával fogunk dolgozni, az Art Mica porokkal, amit néha egyébként én is leszoktam Art Mikázni. Ez teljesen természetes, tehát ne akadjatok ki rajta, én így ugyanezt szoktam így csinálni. Tehát én sem tudom mindig az angol megfelelőjét a szavaknak. Na, tehát látom, hogy most már így jövögettek. Lepakolom innen a képről. Megpróbálom egy kicsit közelebbről nektek megmutatni, akik már itt vagytok. Picit néha belecsillan a lámpa, de remélem, hogy jól látszik. Jó. Na, elkérem saját magamat ide a kamerába. Tehát akkor még egyszer sziasztok! Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Tehát akkor erről a képről van szó, illetve egy hasonlóról, amit el fogunk ma készíteni. A PentArtnak kijött egy fantasztikus újdonsága, ezek az Art Mica porok, amiket, amikor én először megláttam, akkor azt mondtam, hogy te atya úristen. Tehát így kinyílt a világ, és valami olyan csodálatos dolgot kaptunk mi üvegfestők ide az üvegfestéshez, illetve egy olyan anyagot, amivel gyakorlatilag millió egy szint tudunk varázsolni, anélkül, hogy újabb és újabb festékeket kéne megvásárolnunk. Én így pici kupakokba elkészítettem, illetve csináltam egy színmintát. Ne haragudjatok, hogyha néhol kicsit remeg a hangom, de én annyira imádom ezt a festéket, illetve ezeket a porokat, és annyira szeretném nektek tényleg így most maximálisan is jól láthatni ezt az egész történetet, hogy így fú, annyi minden kavarok bennem, miközben beszélek így gondolatba, mert hogy tényleg annyira fantasztikus lehetőségeink lesznek most, és annyira csodálatos ez az egész, hogy tényleg, amikor elkezdtek vele dolgozni, akkor ti is meg fogjátok látni. Tehát az első dolog az, hogy így a porokról annyit szeretnék mondani, hogy ez gyakorlatilag nem az üvegfestéshez lett kitalálva, tehát ezt így tudni kell róla, hanem van hozzá egy ilyen vízbázisú pigment fix, és ebbe bekeverve nagyon-nagyon sok mindenre lehet használni, tehát akár festésre, akár ilyen 3D-s sablonokkal lehet használni, és az a videó, amit én először meghallottam erről, mert ez ugye egy céges videó volt, és azt mondta Kriszta, hogy ezek a porok tökéletesen alkalmasak, ugye a... Bocsánat, ide nyúlok érte. Tökéletesen alkalmasak az üveggyantához, a PentArtnak az üveggyantájához. Na most tudjuk már azt, mi üvegfestők, hogy ami alkalmas a PentArt üveggyantájához, az tökéletesen alkalmas az üvegfestéshez. És hát ugye itt akkor így bevillant a történet, hogy akkor ezzel nekünk dolgoznunk kell. Tehát azt fogjuk most csinálni, hogy ki fogjuk kontúrozni ezt a képet, jó? És akkor egy kicsit megmutatom a poroknak a működését, illetve hogy milyen csodákat lehet vele csinálni az üvegfestékekbe bekeverve. Ugyanis ezeket a porokat, ezeket nem csak a színtelen üvegfestékbe tudjuk bekeverni, hanem a színes üvegfestékekbe is, jó? Én elkövettem egy hibát, ami, hát igazából ez egy gondolat volt, és én akkor ezt kimondtam egyszer így hangosan, de hál' Isten helyre raktak, tehát most ezt szeretném felétek is prezentálni, miközben itt kontúrozgatok, hogy volt egy olyan gondolatom, hogy az oxidáció miatt
nem merem kiégetni, vagy nem tudom, hogy mi lesz ezekkel a porokkal az égetés folyamán, illetve hogy hosszú távon az üvegfestékkel. Majd utána elmagyarázták, hogy nem, ezeknél a poroknál nincsen oxidáció, ugyanis ezek ilyen nagyon-nagyon természetes kövek, természetes anyagoknak az őrléseiből készülnek, tehát hogy így nagyon apróra van összezúzva, és remélem, hogy jól látszik, ahogy itt, én most itt aranyjal kontúrozok, majd azt is elmondom egyébként, hogy miért. Tehát, hogy náluk abszolút semmi gond nincs az oxidációval, tehát nem kell ettől félni, hogy esetleg bármilyen szinten változni fog a színe. Ha megmutatom nektek ezt a színmintát, remélem jól látszik, akkor gyakorlatilag nagyon sok olyan színünk van, amihez a kontúrt hozzá tudjuk passzítani, tehát hogy hozzá tudjuk társítani a kontúrt. Én ezt kikontúrozom, és meg fogom mutatni nektek, hogy tehát például az arany, a réz, a bronzszíneket érdemes úgy elkészíteni, vagy úgy dolgozni, hogyha tudjuk, hogy már ilyen Art Mica port szeretnénk használni, akkor hozzá hasonló kontúrral dolgozzunk. Mert akkor fogjuk tudni azt a nagyon finom, lágy, ilyen nagyon elegáns hatást elérni, amit szeretnénk. Ha ezt gyorsan kikontúroztam ezt a rajzot, akkor meg fogom mutatni, mert én azért természetesen festettem más kontúrokkal is számotokra. Itt a kontúrt gyakorlatilag én lógatom az üveglapon, illetve ez most egy plexi lap, amin dolgozom, mert ez jóval biztonságosabb, és többféle színt fogok használni, jó? Tehát pontosan azért, hogy így többféle hatást tudjak nektek bemutatni. Ha esetleg van kérdésetek közben, akkor nyugodtan tegyétek fel, és én néha-néha megpróbálok ide pillantani. Egyébként sziasztok, és titeket is nagyon-nagyon jó látni, illetve hát jó tudni azt, hogy itt vagytok, mert én ugye nem látlak benneteket. Hogyha egy picit megszakad a kontúr, akkor nyugodtan menjetek oda-vissza, tehát nem feltétlenül kell mindent lemosni. Na most szerintem lehet látni a képen azt, hogy vannak olyan helyek, ahova nem húzok be vonalakat. Ezt azért nem teszem, mert ide a festés után fogom behúzni. Ezt is meg fogom ugye mutatni. Most így az arany egy picit megszakad, de tudjátok, hogy engem ez abszolút nem szokott zavarni, tehát ezért vagyunk mi a kis üvegfestők, hogy ilyen apróságokon ne akadjunk ki, illetve hát mi kézimunkát készítünk, tehát a kézimunkánál ugye az előfordul, hogy így vannak benne ilyen kisebb kis kurflik. Tehát oda rajzolok be csak és kizárólag a kontúrvonalat, ahol szeretném, hogy ne folyjanak össze a színek. Tehát úgymond, aki esetleg új és úgy látja a kontúrozást, tehát az üvegfestéket cellákba fogjuk betölteni. Na. Jaj, tényleg nagyon izgalmasak ezek a porok. Tehát ez egy olyan ötlete volt a Pentartnak, amitől én tényleg el vagyok ájulva. Tehát nagyon, nagyon nagy lehetőségeket nyitott meg számunkra. Tehát tudjátok, hogy nekem van egy üvegfestő iskola csoportom, és ott folyamatosan szoktam a lányokkal ugye beszélgetni, és ez annyiszor volt téma, hogy nincsen ezüst üvegfestékünk. Hát szeretném mutatni, hogy azért most már kétféle is van. Egy sötétebb és egy világosabb. Hát tényleg nagyon fantasztikus a dolog. Esetleg valaki kipróbálta már, vagy dolgozott vele? Hogyha van itt olyan a nézők között, akkor azt szeretném, hogyha egy pár mondatban esetleg megírná azt, hogy ő hogy tapasztalta, kipróbálta-e már, tetszik-e neki. Ami még egyébként egy nagyon-nagyon jó pofa dolog, itt az Art Mica-knál,
hogy az üvegfestéknél én tudjátok, azt szoktam mondani, hogyha kikevertek egy színt, akkor ugyanazt a színt lehetetlen még egyszer kikeverni, igazából csak laboratóriumi körülmények között lehet. Itt egy picit módosítok a mintán, hogy haladósabb legyen majd a festés, mert mondjuk úgyse ezt festjük meg, hanem amit már előre kikontúroztam. Innen hiányzik egy darabka. Tehát az árt májkáknál az a helyzet, hogy itt gyakorlatilag, hogyha nem hatalmas a tévedés azzal kapcsolatban, hogy így mennyi port teszel a festékbe, akkor gyakorlatilag mindig ugyanazt a színt fogod kapni. Tehát ezt most úgy értsd, hogy van egy ilyen kis pakli, és akkor ezzel fölveszel egyet vagy kettőt, ezt úgy beleteszed, és ha ugyanezt megismételed ugyanabba az üvegfesték mennyiségbe, akkor hiába ott esetleg egy nagyon-nagyon pici tévedésed lehet, de mégsem lesz más a szín. Tehát ugyanazt a színt fogod kapni. Én most azzal szórakoztam egyébként, hogy így elkezdtem bekevergetni üvegekbe, de most kiraktam őket a napba, tehát így a napra az ablakba, hogy ott is lássam, hogy így hogy viselkednek, és mennyire változik a színük. De gyakorlatilag az a mennyiség, illetve ahogy az üvegbe bekevertem, utána, ahogy kikeverem kupakba, pontosan ugyanazt a színt kapom. Tehát ez ugye az üvegfestésnél nagyon fontos, mert ha egy kupakba kikeverünk valamit, akkor ugye ott nem méricskélünk, nem pipettával tesszük bele, tehát abszolút nem tudjuk ugyanazt még egyszer megismételni, illetve nagyon-nagyon minimális az esélyünk. Jó? Na, visszarakom nektek ide a kontúrozást. Jó. Renka írta, hogy ő holnap szeretné kipróbálni. 3 ezüst van, metál ezüst, csillogó ezüst és antracit. Bocsánat, 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 köszönöm szépen, Renka. Tehát akkor 3 ezüstünk van, metál ezüst, csillogó és antracit. Köszönöm szépen, Renka. Ilyenekben nyugodtan, hogyha valamit rosszul mondok, akkor szóljatok rám. Na, és arra gondoltam, főleg, hogyha megtalálom a kupakját, hogy mit szólnátok hozzá, hogy a levelet, nézzétek csak, mivel ilyen zöldre szeretném festeni, a mentával fogom kikontúrozni. Lehet látni? A mentával. És akkor megnézzük, hogy milyen szép és ilyen, hát úgy szoktam fogalmazni egyébként, hogy ilyen puha lesz. Bocsánat, még itt a menta kontúrozás előtt még itt ezeket a kis kurflikat. Na, miért használjunk? Mit gondoltok? Esetleg mondjuk egy rezet. Nekem egyébként így vannak ide beszórva a kontúrjaim. Hát képzeljétek el, vannak itt olyan kontúrok, amik, hát például ő. Ezt már szerintem mutattam párszor. Tehát ez még egy olyan 8-10 évvel ezelőtti pentártós kontúr. Képzeljétek el, ez egy narancssárga. És hát ugyanúgy működik, és az ég egyet a világon semmi baja nincsen. Tehát ezért szeretem nagyon egyébként a Pentartnak a kontúrjait, mert így ide van rakva 8 éve, mert hogy a narancssárgát ugye elég ritkán használjuk. És hát tökéletesen működik, tehát az élet a világon semmi baja nincsen. És igazából én itt egy rezet keresnék, mit szólnátok hozzá, hogyha esetleg, megvan, hogyha esetleg találnék is. Mert hogy ugye az aranyhoz nagyon-nagyon jól megy az antik réz. Csak egy nagyon kicsivel sötétebb, és nagyon szépen lehet árnyalni ugye benne az ártmájka festékeket, vagy a porokat. Itt most az üvegen húzom a kontúrt, mert ezek ilyen elég kicsi kurflik, de itt is ugye a lógatásos kontúrozással is tudtok egy picit kooperálni, tehát általában a nagy és hosszú vonalakat, meg majd látni fogjátok itt a kurflikat, azokat lógatással szoktam elkészíteni. Nézzétek, csak most itt megemelem,
Tehát most igazából ugye azoknak mutatom, akik tényleg esetleg így újak most itt. Van esetleg új, aki így most csatlakozott hozzánk, aki még eddig nem volt. Szia, Kocsis Gabi, neked is? Tudom, hogy vannak, akik már nagyon sokszor látták a kontúrozást, de azért hát, ha hallottok esetleg valami újdonságot, illetve itt azért minden kontúrt fogunk használni, illetve több technikát, mert például fogjuk használni a szűkített kontúrozást, ugyanis azzal fogjuk elkészíteni ezeket a hátsó kis indákat. Úgy próbálom megcsinálni, hogy itt tényleg mindent lássatok. Na, és akkor most jön a kis mentolom. Nagyon jól fog kinézni. Tehát annyira harmonikus lesz, amikor itt tényleg mindent ilyen porokkal csinálunk. Na nézzétek, csak most itt lógatni fogok egy elég nagy felületet. Tehát a lógatás technikánál, ott egy picit. Kurflis lett, de nem baj, ott hagyom, nem bántom, lehet kurflis. A lógatási technikánál soha nem az üveget, és soha nem a kontúrból kijövő festéket nézem, hanem a lógatási technikánál mindig középen nézem az anyagot, mert középen látom azt, tehát a levegőben lévő anyagnál látom azt, hogy milyen az anyag vastagsága, mennyire kell nyomnom még jobban a kontúrfestéket, vagy mennyire kell gyorsítanom, illetve lassítanom a mozgást, jó? Tehát itt ugye, amikor lógatok, és ilyen nagy vonalakat készítek, akkor ugye fontos az, hogy ezek a vonalak egyenletesek legyenek. Ez most nagyon jó, hogy elszakadt ez a vonal, mert így meg tudom mutatni azt, hogy a vonal szakadásnál nem azzal játszunk, hogy ide mellé teszem, hanem körülbelül egy olyan 2 milliméterrel, 3 milliméterrel ráteszem arra a kontúrra, ami ugye megszakadt. Tehát ráhelyezem. Jó? Tehát nem mellé teszem, mert ha megszakad a kontúr, akkor gyakorlatilag így kihegyeződik a kontúr vége, és ott tuti, hogy nem lesz egyforma a kontúrozás, jó? Tehát ott egy picit úgy oda teszitek rá, ráhelyezitek. Visszahelyezem az alapsablont. Ugye kész vagyunk egyébként a kontúrozással. Látjátok, milyen szép ez a három szín együtt? Még így festés nélkül is. Egyébként most nem ezt fogjuk festeni, ezt majd utólag megmutatom nektek, mert hadd susogjam el nektek, tehát van egy titkom, és hát ugye elmondhatom mindenkinek a titkaimat. Tehát képzeljétek el, hogy tudjátok, hogy én Németországban élek, és most nyílt itt nálunk egy új fagyizó, illetve átvette a fagyizót egy magyar család, hát a hölgy magyar, és ebből a stílusú képből gyakorlatilag 10 darabot rendeltek. Tehát annyira megtetszett neki az, hogy ilyen csillogós, és hogy ilyen nagyon, hát hogy mondjam ezt nektek, tehát ilyen szolidan csillog. Ugye nem az a csillogása, mint a csillámos festékeknek, hogy ilyen nagyon direkt, hanem hogy ilyen selyemfényű. Most itt van egy csavarodás, ilyenkor kinyomok belőle egy papírlapra. És látod, ráteszem, megint ráhelyezzem. Lehet, hogy itt, jó, most egy kicsit túlöltem a célon. Amikor így kontúrozásnál túllősz a célon, akkor meg tudod azt csinálni, hogy így egy pálcikával így egy kicsit elegyengeted. Ezt ugye addig tudod megcsinálni, amíg száraz, vagy mi, bocsánat, amíg nem száradt meg, sőt, itt ecsettel is egyébként bele lehet nyúlni, és itt egy kicsit így el lehet egyengetni, jó?
Azzal az ecsettel, amivel belenyúltunk a kontúrba, azzal már nem nyúlunk bele az üvegfestékbe, jó? Tehát vízzel kimossuk, mivel a kontúr vízbázisú, és akkor utána megint tudjuk használni, de így rögtön most nem fogunk belenyúlni az üvegfestékbe, jó? Tehát ilyenkor egy másik ecsetet használunk. Látjátok, milyen szépen el lehetett egyengetni? Maradott egy ilyen nagyon pici pukli, de az a tetején van, valamennyire egyébként ő azt így össze fogja magát így egy picit harmonizálni. Na. Köszönöm szépen, pici facil orsult vagy. Szia, Kocsis Gabi! Akkor te kezdő vagy. Nyugodtan kérdezzél, hogyha bármit nem értesz ezzel kapcsolatban, illetve az üvegfestőiskola csoportban nagyon sok szeretettel várunk, mert ott nagyon sok technikát, meg trükköt, meg tippet, meg ötletet fogsz kapni a kolléganőimtől is, mert hogy itt azért üvegfestőiskolázunk, mert hogy mi itt egymást tanítjuk és egymást fejlesszük. Na, és akkor ugye itt van az a bizonyos szűkítő, aminek az a lényege, ez egy sejem szűkítő egyébként, tehát ez a sejem festékhez lett kitalálva, hogy itt letekerem, és ugye teletöltöm kontúrral. Tehát simán a kontúr van ugye beletöltve. Hát ebben most nem tudok többet tölteni, én általában fullosan föl szoktam tölteni, mert sokkal könnyebb nyomni. Aki sokat kontúrozik, annak javaslom, hogy a maradék kontúrokat, amik ugye a feketénél a legvégén vannak, azokat nyugodtan ebbe helyezze be. Itt van egy ilyen nagyon vékony tű, igazából ezt mindig rá kell helyezni, mert ha beragad a kontúr, akkor utána már nem nagyon tudjuk kimosni. Tehát abból gyakorlatilag lehetetlen. Ami még nagyon fontos a szűkítőnél. Régen úgy használtuk a szűkítőket, hogy így fogtuk, ezt így letekertük, és akkor ide a Rotring ceruzának a hegyét ugye rátettük. Hát nagyon jó megoldás volt, hát gyakorlatilag szerintem ez egy sokkal egyszerűbb és észszerűbb megoldás, hogyha nagyon nem jön ki belőle, tehát nem azért, mert beragadt, hanem azért nem, mert esetleg hűvös van, akkor nyugodtan tedd be így ezt az egész szűkítőt meleg vízbe, és akkor sokkal kevésbé kell nyomnod, mert utána egyébként a kezed miatt megtartja a meleget. Na, most az következik, hogy a szűkítővel, hát gyakorlatilag vagy megfogod így, hogy ugye alátámasztasz az ujjaddal, és jó erősen nyomod, vagy akinek ugye már gyakorlottabb a keze, az foghatja úgy is, mint egy ceruzát. Itt egyetlen egy lényeg van, ezt az üvegen húzzuk, jó? Tehát ezt az üvegen húzzuk, tök jó serceg. Nem tudom, hogy ebből mennyit hallotok, szerintem simán elnyomom a sercegés hangot, de egyébként serceg. És itt van az, hogy össze-vissza, jó? Tehát tényleg oké, hogy itt most van egy rajz, meg hogy ide föl vannak rajzolva a vonalak, de itt az lesz a lényeg, hogy próbálj meg olyan vonalakat rajzolni, amik átmennek egymáshoz. Ez azért fontos, mert ahol egymáson át fognak sétálgatni a vonalak, ugye keresztbe, oda fogjuk befesteni ezeket a kis fekete kis flekkeket, vagy ilyen részeket. Tehát ez így nagyon jó pufa lesz. Jó, mert hogyha csak simán vonalakat húzol, akkor ugye nem fogsz tudni belefesteni ezekbe a kis cellákba. Jó? Na most hallottátok, hogy serceg, ugye? Egyébként nagyon nagy eszem van, mert lehet, hogy egyszerűbb lett volna még a levelek előtt felkontúrozni ezt a hátteret, és akkor nem kellett volna itt kerülgetnem a szárakat, de nem baj. Ez így előfordul, hogy csinálok ilyen malőröket. Na most szerintem hallottátok. A plexi miatt serceg egyébként az üvegen nem serceg így. Kérdezzetek nyugodtan. Nyugodtan bármit.
Mindjárt festjük, és mindjárt keverjük a porokat. Fú, azt nagyon imádom. Olyan gyönyörűek, tényleg. Egyébként küldök majd arról képet, amikor így kész lesz az összes kép, és így fel lesz rakva ide a kis fagyizóba. Higgyétek el nekem, ez olyan lehetőségeket nyit az üvegfestésbe. Egyébként így a lányokkal beszéltünk róla, hogy nem is tudom, hogy ezt miért nem próbáltuk ki előbb. Tehát egyszerűen elfestegettünk az üvegfestékekkel, de hogy miért nem próbáltuk ki a metálporokat bele, meg úgy tényleg mindent, ami por van. Na, előveszem, vagy elveszem a nulla mintát, jó? És akkor így nézzünk ki. Jó? Hogyha itt esetleg valahol még látod, hogy itt ugye nem annyira vannak ilyen kis hullámvonalak, akkor nyugodtan tegyél még bele. Tehát itt is esetleg még így ugye belefér egy. És úgy körülbelül így, tehát hogy itt négy vonal van, akkor azért legyen itt is négy vonal, jó? Itt három van, tehát akkor ide becsúsztattunk így még egyet, jó? Na, ez az első menet. Várjatok, mert ezt össze kell szerelnem. Na, és akkor jöhetnek a csidi csodák, jó? Én őt most félre rakom. Nem fogjuk megvárni, amíg megszárad, jó? Ezt ezt ide picit elpakolom. Hanem. Na, megmutatom azt, hogy ez igazából ilyen csodálatosan néz ki. És ehhez fogjuk nagyon-nagyon szépen hozzákever, vagy tehát amikor elkészítettük az összes festést, akkor felületileg fogjuk díszíteni. Most egy másodpercet hagyd kérjek tőletek, addig ide rakom nektek a porokat, nézzétek meg, és az asztal másik oldalára át kell sétálnom, és ide kell hoznom azt, amit már előkészítettem nektek. Na, bocsánat, hogy el kellett értesítenem, csak történt velem egy kis malőr délután, hogy simán leöntöttem, illetve pont kezdés előtt simán leöntöttem kávéval a munkámat. Na, mondom, hogy ez hogy készült. Ez a málna kontúr. Nézzétek csak. Lehet látni egyébként a színeket? A szűkítőt szintén a Pentartnál lehet beszerezni. Illetve hát a Pentartnak a viszont eladóinál. Kétféle szűkítő van. Írjátok meg, légy szíves, hogy így a színét jól látjátok-e. Kétféle szűkítő van. Az egyik a sárga, a másik a kék. Tehát ezek a 6-os, és a 0,06 és 0,08-as szűkítők. Én nem javaslom a 6-os szűkítőt, a sárgát, mégpedig azért nem, mert annyival vékonyabb vonalat nem húz, ami szembetűnő lenne akkor, amikor teljesen kész van a kép, és mindent megfestettetek. Viszont sokkal nehezebb kinyomni belőle, tehát a kezetek az gyakorlatilag borzasztóan el fog fáradni. Illetve még a szűkítőről annyit, hogy azért a csillámos anyagokat nagyon nehéz vele kinyomni. Tehát én nem nagyon javaslom a csillámos anyagok használatára, tehát a csillámos kontúrokra, jó? Tehát ezek a, hát figyeljetek, a mogyorót az ki lehet belőle még nyomni, de azért a csillogó aranynál ott már azért szenvedünk vele, jó? Lehet látni? Jó, akkor lehet látni. Tehát ez a málna, a mogyoró, és itt is ugye a fekete, illetve ide a padlizsánt tettem be. Tehát itt a széle. Mégpedig azért, mert ugye láttatok egy kéket, láttatok egy pirosat. Hát akkor most csináljunk egy ilyet, jó? Tehát én arra gondoltam, hogy akkor most megcsináljuk a rozét. Itt van hozzá ez a barack rózsa, meg van hozzá ez a lilásunk, jó? Illetve még ugye, várjátok, ennek pontosan megmondom a színét, ez a lila, igen,
és az ő pontos színe, ő meg a varázslila. Jó? Tehát ő a varázslila, és ő meg a sima lila. Jó? Tehát vele dolgozunk, vele meg vele. Első körbe, jó? És akkor utána megnézzük. Sőt, nem, szerintem most ezekkel fogunk, jó? Én azt javaslom, hogy amikor így először nekiestek egy ilyen sztorinak, akkor kupakokat használjatok, jó? Tehát itt lehet a sörös kupakokat is használni, meg bármit. A kupakokba ki fogjuk önteni a szintelent, vagy, hogyha van ilyen pipettátok, egyébként ez szintén pentártos, akkor ugye ezzel föl lehet szívni, és akkor ebből így egy kicsit egyszerűbb egyébként, de hát ugye utána természetesen a pipettet alkohollal át kell mosni, ahhoz, hogy legközelebb használható legyen. Jó? Én most így bekeverek rendesen mennyiséget, jó? Soha nem öntjük vissza a kupakba kikevert mennyiséget semmilyen festékbe, jó? Tehát az ott marad szépen benne, kupakostól kidobjuk. Jó, ezzel nem érdemes játszani. Annyira minimális mennyiség van itt a kupakokban, hogy itt tényleg nem érdemes vele játszani. Nekem van ez a kis fém keverőpálcikám, tehát én azt javaslom, hogy így ezzel kutyulgassátok, vagy egyébként van ez a fajta ilyen saslik pálca, tehát vele is érdemes. Jó? Na. Úgyni. Fogok egy kis mennyiséget, teljesen minden, és ide beleöntöm, jó? Hát lehet, hogy ráteszek még egy kicsit. Úgy. Javaslom, hogy minden ilyen játéknál tegyétek vissza, jó? A kupakot a tetejére. Úristen, álom szép. Kész vagyok. Jó, ez most elég nagyra sikerült. De hát itt most látjátok. Nagyon sokat csinálunk még egy ilyet. Egyébként ezzel a pirossal csináltam az alapképet, amit a legelején láttatok. A kékeket majd mutatom. És hát trükközni fogunk. Tehát ugye azt gondolhatjátok, hogy azért valami kis trükköt azért itt így bele fogunk tolni. Mégpedig a trükk az lesz, hogy elő fogom venni a pentártnak az ibolyáját első körben, és második körben elő fogom venni még a pinket. Ha borul a festék, vagy ez a por, akkor gyakorlatilag minden tiszta olyan színű lesz. Na nézzétek csak, oda nézzetek, hogy így, álljatok, megpróbálom fölemelni, ennyire tudom, nézzétek csak. Egy álom, egy mesébe, oda nézzetek. És az, hogy egyszerűen így viselkedik az üvegfestékkel, és olyan, ezek a sejem színek, ezek az Úristen álom színek. És hogy gyakorlatilag megfestheted ugyanúgy a leveleket, pont ugyanabban a stílusban, de mégis minden kis levél és szírom egy nagyon-nagyon picit fog másképp csillogni, és ahogy a fény, tehát tudjátok, ugye jön a nap, megy a nap, az itt tök jól el van, utána villanyt fölkapcsoljuk, gyertyát égetünk, és mindig olyan fénye van, tehát amikor a falon van, tehát valami álomszép. Ugye az üvegfestékekre, amúgy is jellemző az üvegfestményekre, hogy ugye az a piszok buli bennük, hogy ahogy változik a fényviszony, gyakorlatilag a képnek minden pillanatában ugye más látsz a képen. Ez egyszerűen fergeteges. Nézzétek csak, hát egy álom. Nagyon tüneményes. De most képzeljétek el, amikor mondjuk egy ilyen kimono stílust, vagy egy ilyen japán hölgyet festetek, és akkor tényleg ilyen gazdag színekkel dolgoztok. Hát egyszerűen. Vagy, hát most már a kardokat. Hát csajok, hát a kardokat. Hát figyeljetek, olyan
gyönyörű fényes kardokat lehet mondjuk festeni, meg hát majd a karácsonyfa gömbök. Szóval nagyon, nagyon buli lesz. Egyébként mutatok még valamit. Várjatok, ehhez bekérem saját magamat ide kérem. Nézzétek csak. Tehát most ez itt azért van benne, tehát ő is az. Jaj, hol a kamera? Tehát ő is az. Tehát ez a nehéz napok konyakos pohara, így hívjuk a lányokkal. Tehát domború felületre is ugyanúgy alkalmazható. Én itt tojástartóba szoktam beállítani. Arra viszont figyeljetek, hogy sokkal kevesebb anyag kell belőle, mint a sima üvegfestéknél, viszont megfolyik. Jó? Tehát itt is ugyanúgy visszaoldódik. Tehát használhattok rétegelt festést, de ugye nagyon oda kell rá figyelni, hogy attól függően, hogy mennyire szeretnétek az alsó réteg visszaoldódását elérni, azért a 48 óra, 72 óra száradási időket be kell tartani. Ami még érdekessége, hogy csak akkor lesz teljesen és 100%-osan fedő, mint a pasztelárnyalatok, hogyha két rétegben dolgoztok vele. Tehát egyébként megmarad egy ilyen fátyolos, egy ilyen... Látjátok, hogy itt például sokkal jobban átlátszik rajta a papír, mint más helyeken, jó? Tehát lehet vele domború felületre dolgozni, mert gondolom ez kérdés lesz, de sokkal-sokkal lassabban, jó? Tehát ott tényleg oda kell figyelni a festésre. Na, neki esünk. Jó? Arra gondoltam, hogy akkor kezdjük itt ezt a padlizsán részt, de figyeljetek! Most kérek tőletek egy kis segítséget, ugyanis, mivel itt a kamerát nem nagyon tudom lefölállítani, beszereztem egy ilyet, mégpedig azért, hogy közelebb tudjam nektek hozni a festést. Viszont a számítógépemen én úgy látom, hogy így nagyon ilyen rezonál a fény, vagy hogy ilyen érdekes a fény. Tehát légy szíves, hogyha ez így nem jó, akkor jelezzetek vissza, légy szíves, és akkor visszarakom, jó? Hát nem tudom, hogy honnan van nekem ekkora poharam. Költözött a szomszédnő, és nem akarta elvinni. Tehát azért van ekkora poharam. Ból és pohár? Köszönöm, Marian. Egy tündér vagy. Jó, tehát az a helyzet, hogy a számítógépemben nekem ilyen csíkok látszanak, de itt ugye, hogy így mennyivel jobb? Tehát igazából látványra szerintem sokkal jobb. Na, nézzétek csak. Tehát ez így néz ki akkor, hogyha simán az Art Michaels anyagot hozom. Tökéletes, jó. Ennek nagyon örülök, Marian. Köszönöm. Nézzétek csak, és mindjárt akkor csinálunk belőle, vagy bele egy kis csavart. Jó. Tehát fogjuk például ugye a... Mindig töröljük, tehát töröljük. A mosolygás a másik szobából a kisfiam. És ide viszont beledolgozok egy kis ibolyát. És ezzel már adtam neki egy játékot. Jó, mindjárt fogunk még keverni, csak azt szeretném, hogyha mindent látnátok, illetve mindenről tudnátok, jó? Tehát ugye ez így megint egy piszok jó játék szerintem, hogy így tényleg felváltva tudjuk alkalmazni a két festéket. Tehát az átmájkásat is, illetve az alapot. Ezt délután kontúroztam ki. És nézzétek meg, hogy ugye a padlizsán kontúrral mennyire puha és finom lesz az egész. Tehát, hogy nem a fekete kontúrral, a direkt, a kontrasztot használjuk, hanem gyakorlatilag lefinomítjuk az egész munkát.
lehet, hogy azért így az összes virágot most nem fogom nektek végig festeni, mert azért ez így lenne szerintem egy két-két és fél óra játék, és azért még pár dolgot szeretnék nektek mutatni, és hát azért igencsak halad az idő. Na, szóval, akkor most a lilát ide visszateszem, és előveszem a pinket, mégpedig azért, mert itt elindulok egy pinkkel, de ez lehet magenta is. Úgy. Még egy kicsit többet teszek rá, hogy tudjak keverni. Jó? Na és most figyeljetek, tehát fogom, és ide szépen belekeverem. Tehát minden színbe ugyanúgy beleteheted, beledolgozhatod, és a felső résznél meg ugye már nem a pinkkel keverem, ezáltal a felső rész ugye egy kicsit lágyabb lesz, alul meg egy kicsit élénkebb. Tehát ezzel zseniálisakat tudtok játszani, de azt szeretném akkor most itt megmutatni. Tehát ez a sima színtelennel kevert kék, ez meg amikor a hajnalkával keverem. Tehát ennyit tudsz rajta változtatni, sőt, hát ugye ahány színt keversz magadnak, egy türkiszt vagy bármit, hát ott is játszhatsz azzal, hogy ugye melyik májkaport rakod bele. Fagyiszín, nem? Tiszta fagyiszín. Jó kis fagyiszín. Ugye? Kérdezzetek nyugodtan, néha odasassolok. Edith Balázs, próbált ki, zseniális. Tehát zseniális. Tényleg. Tehát erre nem tudok mit mondani, ez egy fantasztikus csoda. Tehát én tényleg. És elmondhatom azt, hogy nagyon rég örültem ennyire valaminek, mint ennek a pornak. Tehát amikor megláttam, tehát azt mondtam, hogy úristen. És hát nagyon kíváncsi vagyok egyébként, hogy milyen csodákat fogtok vele alkotni. Tehát arra tényleg arra őszintén kíváncsi vagyok, hogy ezzel úgy, mert lehet. Tehát itt most nem akartam most belemártani a pinkbe, de mindjárt visszatérünk a pinkhez. Jó. Nem, hát egyébként üvegfestés videót egyébként nehéz egy óra alatt csinálni. De igyekszünk, jó csajok? Kérdezzetek bátran, nyugodtan. Na nézzétek, tehát amikor most fordítva csináltam, láttátok? Tehát itt az alapfestékbe, tehát az alapfestékbe helyeztem bele az ártmájkás keveréket, itt meg megfordítottam. Tehát ezzel is tudtok játszani, jó? Tehát, hogy melyik festéket melyikre helyezitek rá, melyik kap elsőbséget, jó? Ugye itt, ha látod, itt igazából ugye egymás mellé lett helyezve a két szín, és utána lett összemosva. Látod? És látod, ilyen kis szálakat tudsz belőle kihúzni. Tehát borzasztóan érdekes, hogyha ezt is hasonlóra szeretnéd, akkor ugyanúgy, mint bármelyik javításnál, tehát fogod, fültisztító pálcikát kicsit benyálazod, nem azért van rá szükség, mert hogy a víz oldaná, vagy a nyálad oldaná az üvegfestéket, hanem azért, hogy a szöszöket eltüntesd róla. És akkor ide ugyanúgy mellé visszacsepegteted, és akkor ugye ugyanúgy megint összehúzkodod. Tehát attól, hogy ezek a porok belekerültek az üvegfestékbe a keverés folyamán, ugyanúgy viselkedik az üvegfesték, tehát magának az üvegfestéknek a viselkedését, a szerkezetét, vagy bocsánat, a szerkezetét megváltoztatja, de a viselkedését nem.
Jó? Tehát ugyanazok az alapszabályok érvényesek mindenre, ugyanúgy a száradási időket betartjuk. Tehát, Orsi, próbáltad már a vízmelegést? Én nem próbáltam belekeverni még a porokat, ellenben a videó legelején mutattam, hogy ez a Pigment Fix, ez egy vízbázisú. Tehát ez kimondottan az Art Michael porokhoz lett kitalálva, tehát ha ő vízbázisú, mivel ugye a porcelánfestékek is vízbázisúak, ezért keverhetőek. Itt azt kell nagyon betesztelnünk még, hogy ugye a porcelánfestékekkel, amikor dolgozunk, akkor égetjük őket. Tehát amikor megfestesz egy bögrét, akkor kiégeted. Itt szeretném elmondani, hogy a Pentartnak, illetve a viszont eladóknak az oldalán a porcelán festékről az van fölírva, hogy 100 fokon. Igen, valóban 100 fokon ráég a festék. De én itthon minden esetben 150 fokon égetem ki sütőbe. Mondom, a porcelánfestékről van szó, tehát nehogy összekeverjétek az alkoholbázissal, amivel most dolgozunk. És ez azért van így, mert az a réteg vastagság, amivel dolgozunk egy ilyen festésnél, az nem mindig egyenletes. Ezért égetésnél nem lesz egyenletes maga az égetésünk sem. Tehát lehet, hogy 100 fokon az, amit nagyon-nagyon vékonyan rákentünk, az tényleg villámgyorsan ráég, megszilárdul, viszont az, ahol egy kicsit túlöltünk a célon festékügyileg, az nem fog. És ha az a cél, hogy ezt tényleg évekig használjátok, akkor igen, lehet 100 fokon, de tekerjétek már egy kicsit följebb, tehát nem osz, nem szoroz az a történeten, jó? Nekem, én már ezt elmeséltem párszor, volt olyan sztorim, hogy csináltam valamit üvegre a porcelánfestékkel, szerettem volna lemosni, mert marhára nem tetszett, na tehát természetesen a lustaság félegészség, betettem a mosogatógépbe, ugye a többi edényen együtt rátoltam a programot, na most olyan szépen ráégette a mosogatógép, ahogy kell. Tehát azóta se jön le, azóta is megvan, a cukorkás tálat gyakorlatilag virágtartónak használom. Tehát ennyi. Tehát ilyen is van. Teszteljétek. Minden sütő más. Ezt is el szoktam mondani, főleg amikor porcelánnal dolgozunk, nézzétek vissza a porcelános videókat, itt a Pentart oldalán tényleg megtaláljátok. Én el szoktam mondani, ha sütőben égetsz, nagyon szépen megkérlek, most ki előtte a sütődet. Tehát egy összeolajozott, zsírozott sütőbe, ami nem a te hibád, mert hát ugye készítjük az ételt, tehát az ott fröcsök, csörök, csattok, tralala, én sem mosom ki a sütőmet minden sütés után. Tehát aki akar, kövezzen meg érte. De teljesen másképp működik a sütés egy zsíros sütőben, aminek a falára zsírrétegek vannak lerakodva, mint egy olyan sütőben, ami vadonatúj és steril. Jó? Tehát nagyon fontos, hogy a hőlégkeverő rácsot ne vegyük ki a sütőből, és a hőlégkeverő rácsra tegyetek rá egy sütőpapírt. Jó? Na, figyeljetek csak! Kicsit megdobjuk a színét, mit szóltok hozzá. Mégpedig a már alap Art Michael-s keverékbe bele fogok keverni egy kis szuperpirosat. De jó név, szuperpiros. Na nézzétek csak. Tehát poron belül is van keverési lehetőség. Tehát portaporral is tudsz keverni. Pam-pam. Ide még rá kell tennem egy kis szintelent, jó? Mert ez itt most nagyon ilyen nagyon, nagyon éppen, hogy az alján van. Tehát ide még most így rácsepegtetek. Jó így nektek tényleg, hogy így jobban látjátok? Mert akkor bevetem a többi videónál is majd ezt a kis asztalkát, mert ez egy nagyon jó kis történet. Ez az asztalka egyébként egy ilyen számítógép tartó. Kis fácska.
és most kitaláltam, hogy nem a számítógépemet teszem rá, hanem itt tényleg lehet, hogy így jobban látjátok. Na és így gyakorlatilag mit értünk el vele? Hogy ugyanazt a színt sötétítettük, ami az alapszínünk, ezáltal ugyanúgy a harmóniában vagyunk, csak kaptunk egy kicsit sötétebb árnyalatot. Jó? És ugye itt is, igen, természetesen nyugodtan bekeverheted a vörösbor vagy a piros üvegfestékkel. Lehet látni az árnyalati különbséget, hölgyek? Írjatok nekem, légy szíves, egy lehet-e, nem lehet-e? Keverjek rá még esetleg, hogy úgy jobban látszik a felvételeken? Na, kíváncsi leszek arra a lótuszra. Jó, Marian. Köszönöm szépen, Edith. Marian, nagyon kíváncsi leszek a lótuszra. Egyébként, ha lótusszal szeretnél dolgozni, akkor azt javaslom, hogy ugye van ez a gyöngyfehér. Ilyen ugye van az üvegfestékek között is, tehát bátran egyébként keverd össze az üvegfestékkel, és szerintem bizonyos részeknél tegyél bele egy kis ezüstöt, csak egy-egy csíkba, ugye a fénytörés miatt, ahogy ugye a nap látszik rajta, vagy ahogy a fény látszik rajta, szerintem azt érdemes. Jó, tehát na, ezt megfestjük, és akkor utána gyorsan áttérünk a levélkékre, jó? Mert én még szeretnék azért itt nektek a felületi díszítésnél még azért ugye megmutatni pár dolgot, és hogy azért ne csúszunk el nagyon. Bár maximum csinálunk belőle még egy részt. Nem, tényleg. Kérdezzetek, hogyha bármit nem értetek, nyugodtan, tehát bátran. Na, és akkor előveszünk hozzá. Piros-vörös bor. Jó? Én a pirosat és a vörös bort nagyon-nagyon szeretem együtt használni. De tényleg. Én most ide teszek egy kis vörös bort. Jó. Ha valaki pálcikával fest, ugyanúgy használható a pálcika is, tehát teljesen nyugodtan. Mondom, ugyanúgy viselkedik, mint az üvegfesték. Na, jó sokszor elmondtam, ugye? Oké. De hát nem lesz megállás. És nézzétek meg, mennyire világosabb a piros. De olyan jól néz ki így együtt. Olyan jó kis harmonikus dolgokat lehet vele csinálni. Itt lehet, hogy ezt majd itt be fogom pótolni, mert azt ott kihagytam. Ott lehet, hogy kap egy pótlást. Na, nézzétek csak, ez is például tök jó. Hogyha így kihagytok véletlenül egy ilyen kis kurflikát, tehát, és ez mindenkivel előfordul, akkor nemes egyszerűséggel, hát most már ez így nagyon érdekes lesz, ha, megoldjuk. Háttérben van sötétebb. Tehát festd oda ugyanúgy festékkel azt a részt, amit kihagytál, mert itt ugye látható, hogy körülbelül idáig lett kihagyva, ugye? Tehát festd meg, mert hogy be van keverve a festéked, és utólag rá fogsz kontúrozni, miután megszáradt a festék. Jó? Ennek azért van jelentősége, mert nem kell még egyszer ugyanazt a színt bekeverned. Jó, itt most lett egy kis színváltozás, hát most semmi nem történik. Olyan, mintha a háttérben lenne. Amikor kész van az egész, senki nem fogja észrevenni, de hogyha emiatt aggódsz, akkor mutatom a megoldást. Hát keverje bele ebbe is. És látod? Tehát ugyanúgy tudsz vele dolgozni. Akkor keverje bele ide is egy kicsit. Na, akkor keverje bele még oda is egy kicsit. És akkor azonnal harmonikussá tetted az egészet. Jó? Itt is ugyanaz a szabály. Minden szabály ugyanaz. Ha úgy érzed, hogy kevés a festék, hogy már nagyon megszáradt a festék, akkor színtelen. Tehát mindenhol a színtelent nem szint keversz bele, hanem színtelent. Jó?
Úgyni. Nézzétek meg, milyen jó lett itt a piros-vörös, illetve a vörösbor. Gyuri bácsival, tudjátok, a Pentárt alapítójával arról beszéltünk, Horczer Gyuri bácsival, hogyha engem egyszer valami miatt bevisznek a kórházba, vagy tőlem vért kell venni, akkor tuti, hogy üvegfesték fog folyni az ereimbe. És mondtam a Gyuri bácsinak, hogy egyhez viszont ragaszkodnék ebben az esetben, hogy az a vörös borszín legyen, mert az olyan gyönyörű. Egyébként tényleg a nagy kedvenceim a vörösbor és a viharkék, akik már így a videóimat többször hallották, vagy nézték, azok tudják, hogy ez az a két szín, ami nekem így az Úristen kategória. Tehát álom, és hát most ugye kiegészülnek. Nyugodtan csináljatok ebből is színkört, amit ugye szoktunk, hogy ugye legyen egy alapfesték minta. Na, gyorsan húzzuk fel szerintem. Hogy tetszik egyébként, húzzuk fel rá a zöldeket? Egyébként nem tudom, hogy ezt a kéket minek kevertem ki, de most már mindegy. Hát ki van keverve, ott marad. Jó? Hát a lilával ugye végig kéne menni az összes többi ilyen kis részecskén. És itt elteszem ezt a kéket. Jó? Tetszik egyébként? Felemelném egy kicsit a plexit. Persze, hogy felemelem a Nem tudom, hogy lehet jól látni. Jól lehet látni? Elvesztem alól az alsó papírt, és akkor még úgy is látjátok, hogy fedőszín. Jó? Tehát fedőszínt kapunk. Mutatom a plexi másik oldalát. Tehát az az érdekessége még, hogy nem süllyed meg egyébként olyan mértékben, mint amennyire megsüllyed a csillámos üvegfesték. De tudjátok, hogy az csillámos üvegfestéket beletesszük, akkor az így megsüllyed. Várjátok, van itt olyan süllyedős képem. Elindítom. Ha mindent összeborogatok, akkor meg tudom mutatni. Hát ezek a nyuszik, és így néz ki a másik oldala, ha a rózsaszínt nézitek, lehet látni? Viszont pont ezért az ezüstöt a hátuljára festettem a nyuszis képnek, mert ugye, mivel tudom, hogy megsüllyednek, ezért sokkal intenzívebben csillog. Jó? Tehát, hogyha például a csillámost használjátok, akkor azt javaslom, hogy úgy tegyétek, hoppá, hogy festetek alá nyugodtan egy réteg rendes festéket. Tehát ugye az üvegfestékből az adott színnek. Várjátok meg, amíg megszárad, és arra festétek rá a csillámosat, jó? No. Szép, lehet látni? Örülök neki, hogy tetszik. Na, mit szóltok? Próbáljuk ki őt? Ő a kis nagyon-nagyon csodás, ugye mondom, Golden Green. Jó, őt meg gyorsan kipróbáljuk, és utána mutatom nektek a felületi díszítéseket. Tehát gyűjtsétek a kupakokat, meg mindent. Várjatok, ilyen. Azért próbálom meg ezekbe a sörös kupakokba tenni, mert ezzel lehet látni a színt. De egyébként ez a legegyszerűbb. Ha nagyon picit használok, akkor általában egyébként beszoktam keverni üveglapon, de akkor tényleg csak ilyen nagyon picit. Hát akkor sima üveglapon keverem. Ugyanúgy oldja az egész cuccot az alkohol, tehát a szolventtel ugyanúgy tudtok minden oldást elvégezni. Aki új, azoknak, akik újak most itt a hallgatóságban, azoknak a kedvéért mondom, a szolventet soha, de soha nem használjuk az üvegfesték higítására. Oldószer, oldja. Nem higítjuk, oldja. Az üvegfesték higítására, bár ez a Pentártnál, hát szerintem, tehát ha valakinél ez előfordul, akkor szóljon nálam, talán kétszer fordult elő az elmúlt 15 évben. Hát nem is tudom, mert mióta festek vele. Tehát abszolút nem.
de csak és kizárólag szintelennel jó. Tehát mindig szintelennel keverünk. És belekeverek még a következőbe egy kis sárgát. Jó? Tehát most nem az aranyjal dolgozom, hanem ide belekutyulgatok egy kis sárgát. Figyeljetek, ezek a porok gyakorlatilag, hát ahogy én így elnézem, hogy én mennyit használom őket, örök élet meg egy nap. Jó? Tehát tényleg. Nagyon-nagyon sokáig elég. Hoppá. Hát és ez a zöld is, ez gyönyörű. Mindjárt mutatom, hogy a kék képnél mivel használtam. Egyébként most teljesen mást festek, mint amit kitaláltam. De azért, hogy egy kicsit ragaszkodjunk már ahhoz, amit kitaláltam, akkor ebbe a rózsaszínba be fogok még keverni. Egy kis, ezt a barack rózsát, jó? Ne haragudjatok, de szeretnék harmóniában maradni. Szeretnék, ez kicsit túlőttem a célom. Harmóniában maradni. Pam, pam, pam. Hát ebben már nagyon kicsi van, én ezt így ráöntögetem. Kérdezzetek tényleg, hogyha valami nem tiszta vele. Most tudok rá válaszolni utána is. De bátran. Tényleg akár egész képeket is meg lehet vele festeni, és akár kiegészítőként is lehet használni, jó? Oké. Na, tehát akkor nézzünk egy levelet. Tehát ugye a levélnél most itt akkor gyorsan így egy pár színnel fogunk játszani, jó? Én most itt egymásba fogok mosni festékeket, jó? Nézzétek csak. És akkor most be fogok csatlakoztatni, csak azért, hogy megmutassam egy kis színtelent. Mert ugye az üvegfestésnél hivatalosan ugye azt szoktuk mondani, hogy két szín közé, ha színtelent teszel, akkor lesz szép a színátmenet, a szín harmóniája, akkor tudsz jól keverni. És mivel itt azt mondtam, hogy itt ugyanezek a szabályok érvényesülnek, ezért ezt ugye szeretném is megmutatni. Nézd meg, hogy így tudsz vele játszani. Tehát ugyanúgy bátran használd hozzá a színtelent. Nem fog elvenni a színéből. Jó? Tehát tényleg csak sokkal szebb lesz, sokkal harmonikusabb. Látod, hogy itt tudsz vele játszani. Nagyon-nagyon szép. Ugye a színtelent, ahova becsöpögteted, onnantól fogja jobbra-balra tolni a festéket. Jó? Tehát a színtelennel ugye a festéknek a terülését is tudod szabályozni. Ez ugye megint nagyon-nagyon fontos az üvegfestésnél, hogy ugye merre terül a festék. Látjátok? Most ide becsöpögtetem, és látjátok, ilyen kis golyószerűen így elkezd szétterülni. Ugye az ecsettel tudod irányítani azt, hogy itt fölfele is kovályogjon a festék. És mennyire, szerintem nagyon szép, hogy így benne van ez a világos árnyalat. Most még egyet gyorsan itt megfestek, jó? És utána egy nagyon picit áttérünk akkor a felületi díszítésekre, illetve itt még a feketét megmutatom nektek. És csak. Nézzétek csak. És akkor ide becsöpögtettem a fehéret, illetve bocsánat, a színtelent. Eddig fehéret mondtam, elnézést kérek, színtelenre gondoltam. Javítsatok ki nyugodtan, amikor ilyen badonságokat beszélek. Várjál, Judit Bence, egy másodpercet kérek,
Ezt lefestem, és természetesen megmutatom még közelebbről. Sőt, valamelyik nap sikerült elcsípnem így videóval azt, hogy hogy keverednek egymásba az anyagok. Tehát itt nagyon sok anyagot használtam, és akkor ugye úgy lehetett látni, hogy ahogy egymásba dolgoznak. Ezt most lehet, hogy ti nem látjátok, de egyébként ez így mozog. Tök jó fej. Nézzétek, hogy amikor össze van keverve a sárga a zölddel, tehát hogy mennyire szép. Nagyon szeretnék kérni mindenkit, hogy osszátok meg a Pentár csoportban, az üvegfestőiskola csoportban a tapasztalataitokat az Art Maikával, mert ez nagyon fontos visszajelzés nekünk is, hogy így mi meg, hogy egyébként tényleg, hogy ez miért nem jutott előbb eszünkbe? Na nézzétek csak, látjátok, ezt leveszem, és akkor megemelem. Jó? Lehet látni. Nem tudom, hogy mennyire tud fókuszálni. De hát zseniális. Imádnivaló az anyag. Jó így, Judit, Bence? Tudom, hogy egy picit később fogom látni a válaszodat. Én is ölellek, Takács László, édes vagy. Na, így most jól látszik, írt a pici paci. Na, jó, akkor most figyeljetek, most csere, jó? Most cserélem a kékre. Ja, bocsánat, annyit szeretnék még, hogy. Opa. Bocsánat, nem cserélek. Még ennyit gyorsan, hogy simán feketel. Nem érdemes a háttérnél, szerintem, legalábbis ennél a képnél nem volt érdemes még a hátteret is becsillámozni, mert akkor pont ezt a 3D kontraszt hatást veszti el. Jó? Tehát én ott direkt azért nem alkalmaztam. Amire szerintem figyeljetek oda ezeknél a kis celláknál, ne az összes cellát fessétek meg. Ha az összes cella megfestésre kerül, akkor pont az vészel, ami ezt a levegősséget, ezt az átjárhatóságot tudja nekünk prezentálni. Tehát nem lesz ez az átjárható érzésünk, jó? Tehát amikor van egy ilyen nagy cella, inkább hagyd ki, jó? Inkább festél oda egy kisebbet, itt mondjuk ez belefér, és tudod miért? Mert itt ugye itt kijön a zöldből, és itt a két szín, tök jó. De mondjuk ide a lila mellé ne fessél bele egyet, mert lehet, hogy távolról összeolvad. Érthető ez így? Tehát, hogy próbáljátok meg megtartani így a levegősségét ennek az egésznek. No! Csere! Csere-csere, mert ezt meg tegnap festettem, hogy tudjak még rajta mutatni nektek. Tehát ez is egyébként magával a, hát szintén a nagy kedvenc kontúrom, ez az acélkék. Bocsánat, hogy ilyenkor mindig dadogok, csak én mindig az angol vagy a német nevét mondanám, és nem azt szeretném nektek, tehát végig kell gondolnom, mert én általában azt használom. Tehát amikor nevesítem a kontúrokat. Illetve, tehát látjátok? Az acélkék kontúrral készült, és türkisz festéket kevertem ki itt magamnak, tehát egy türkisz zöld, és abba lett betéve a kék Art Maika. A türkisz zöld-kék keverése az a hajnalka, az olívazöld vagy a rezeda, színtelen, és akkor bele az Art Maika. Itt ugyanazzal a zölddel dolgoztam, amit most láttatok, csak beletoltam az aljába olivát. Tehát ugyanazzal olyan más hatásokat tudtok elérni, tehát tényleg, tehát valami álom. Na és akkor most még így szeretnék mutatni egy pár trükköcskét. Tehát ugye, amikor megkontúrozunk egy képet, akkor nem véletlenül nem kontúrozgatunk bele mindenféle plusz kis részecskéket. Azért nem tesszük, mert sokkal könnyebb,
Száradás után. És miért mondom, hogy száradás után? Ezért, mert ha megszáradt a festés, akkor ha bárhol elrontasz valamit, vagy nem tetszik, akkor simán át tudod törölni, pont ugyanúgy, mint egy üvegfelületet, ami nincs megfestve. Ha nem hagyod, hogy megszáradjon, akkor gyakorlatilag nem fogod tudni letörölni, beleragad, és lehet, hogy egyáltalán nem olyan lesz, ami tetszik neked. Tehát ilyenkor mindig hagyjátok, hogy száradjon meg. Itt van egy nagyon pici zöld pötty, áthúzom rajta egy kicsit a kontúrt. Jó? Tehát ez szerintem egy nagyon fontos dolog, hogy az elején én is borzasztóan türelmetlen voltam. Sőt, hát egyébként még most is azért festek általában 4-5 képet, mert egyszerűen annyira idegesít, hogy száradási időket kell várnom. De hát meg kell várni. Jó? Tehát és ilyenkor tényleg nyugodtan dolgozhattok rajta. Fantáziaképnél fantáziájatok, jó? Tehát ha fantáziaképről beszélünk, akkor nem fontos ugyanoda behúzogatni a kis levélerezetet. Engedd el a fantáziádat, valahova többet húzzál, valahova kevesebbet. Tehát ez ugye megint a képnek a stílusát tudja egy picit megváltoztatni, kicsit lendületesebbé tudja tenni, fiatalosabbá. Persze lehet ugyanaz, itt is, hogyha véletlenül kimarad, akkor semmi probléma. Egyébként azáltal, hogy ilyen metálosak ezek a színek, sokkal könnyebben javíthatóak. Tehát, hogyha bármi pötty, madárka, ilyen, mi ezek a muslincák belemennek, sokkal könnyebben tudod javítani. Jó? Tehát én itt anno belefestettem, teljesen értelmetlenül, mert csak kerülgetni kell a vonalakat. Tehát fölöslegesen nem kell vonalakat kerülgetned, jó? Tehát mindig úgy próbálj meg kontúrozni, hogy ne kelljen fölöslegesen vonalakat kerülgetni. Egyébként ennek a mintának, illetve ez a minta, és még ennek 10 különböző változata most fog elsőjén megjelenni, mert elsőjén lesz egy kiállításunk a Vármező Galériában, ez az Attila út 93, tehát hogyha valakit érdekel az, hogy az üvegfestéssel milyen csodákat lehet csinálni, akkor 40 kollégámmal állítunk ki. Köztük egyébként ott lesz a fiamnak a képe is, aki 9 éves, többen így ismeritek. Mutatok még egyébként így pár dolgot, hogy így kontúrral még miket lehet ide szösszögni. Tehát, hogyha esetleg valakinek így van kedve eljönni, akkor nagyon sok szeretettel várjuk, és ott már megjelenik az a mintai füzet, amit én rajzoltam, tehát egy saját rajzaim alapján, kimondottan üvegfestésre van elkészítve, ennek ellenére egyébként ki is lehet színezni. Szóval nézzétek csak, ezek a kis indák, ezek annyira földobják utána ezt az egész festményt. És annyi az érdekessége, hogy egy ilyen dossziéban 10 darab minta van, de 30x40-es méretben vannak ezek a minták. Tehát senkinek nem kell fölöslegesen nyomtatgatnia meg semmit, jó? Hogyha valaki egyébként máshogy szeretné megvásárolni, akkor a hobbimazüvegfestés.com oldalon tudja ezt megtenni. Itt egyébként az alapanyagokat is be tudjátok szerezni. Tehát, hogyha bárkinek elakadása van, akkor nyugodtan szóljon ránk, illetve rám, vagy pici paciondira, tehát bátran, és segítünk mindenbe. Ahhoz, hogy még egy picit fel tud turbózni, tegyél rá nyugodtan ilyen kontúrpöttyöket, nézd csak. Ezeket is, tehát ha levegősségét meg akarod tartani a képnek, akkor össze-vissza és össze-vissza nagyságban. Jó? Tehát ha csinálsz egy olyan festményt, ahol ilyen lendület van a festménybe, gyakorlatilag terek vannak benne, tehát nagyon tág az egész kép, akkor ne roncsd el azzal, nézd csak, hogy nekiállsz ilyen sormintát csinálni. Nézd csak, tehát nem lesz szép, jó? Lemos, és engedd meg azt, hogy ilyen véletlenszerűen
helyezkedjenek el a pöttyök. Jó? És utána mindjárt mutatok még egy apró trükköt, csak ahhoz majd elő kell vennem a harmadikat. Jó, ide is bárhova ezekkel lehet. Köszönöm, Marian, hogy szóltál, hogy van egy portugál nézőm. Több külföldivel szoktam egyébként így levelezni üvegfestés területén. Hát lassan tényleg ez a Pendertnek az alkoholbázisú festéke az mindenhol ott lesz, mert hát fantasztikus. Tehát így én is egyre több külföldivel levelezek arról, hogy hol lehet beszerezni, hogy tudja beszerezni. Tehát akárhogy is nézzük, az egyik legjobb üvegfesték egyébként. Tehát sőt, az üvegfesték. Tehát nem véletlenül ezzel dolgozunk. És hát ezt most így mindenféle... megpróbálom ide rakni, hát itt van. Mindenféle elfogultság nélkül mondom. Na, figyeljetek! Ez ugye a kész munka. Nem tudom, mennyire látjátok, hogy ennek ez a háttér része, ez csillog. Ez azért csillog, mert a kép hátulját én összekevertem a deluxe pasztát a hókristállyal, tehát a gyöngy deluxe pasztát a sima hókristállyal, és én ezzel szivacsoztam le a hátulját, jó? Tudjátok, hogy a képek hátulját én meg szoktam fújni, ennek nem tettem. Ugyanis ez most tényleg így a teljes kollekció egy ilyen nagyon fehér, nagyon elegáns, nagyon chillivill helyre készül, és ugye nem szeretném azt, hogy elvigye ott a dekoráció gyakorlatilag a helynek a stílusát másfele. Na, ez a kép ugye meg van száradva. Nem tudom közelebb tenni, de meg fogom mindjárt mutatni. Ha még szeretnétek fokozni a 3D-s hatást, lehet. Nézzétek csak. Egyetlen egy lényeg van, hogy egy oldalról dolgoz. Tehát a pöttyöket, nézd csak, az egyik oldalról még fehér kis pöttyöke. Nem feltétlenül kell egyébként mindet, de még ilyen kis fehér pöttyökkel bedíszíted, és ennek olyan hatása lesz, mintha erről jönne a fény, és tényleg 3D-s kis alkotásod lenne. Tehát mintha tényleg térbe lenne az egész. És itt is ugye még majd a leveleket tovább kell egy kicsit díszítenem, azt majd meg fogom még tenni. De hát ugyanazt az előbb. Itt is kettő van, hát ide is majd kettőt fogok akkor csinálni, hogy ugye a harmónia meglegyen. Ugye mennyire egyszerű? Tehát tök egyszerű, tök aranyos, tehát levegős, bármilyen nagyságban meg tudjátok festeni. Várjatok, visszakérem. Ha, hello! Sziasztok! Na. Tehát így néz ki az eredeti kép, és szerintem így azért lehet látni a csillogását. Ja, mit ígértem? Hogy megmutatom a kis pöttyöket. Várjatok, igyekszem. Na, látjátok? Szerintem itt látszik a legjobban. Tehát egyik oldalról, soha ne középről, jó? Tehát nehogy merőlegesen így, bang, így rá oldalról. Tehát ennek pont az a lényege, hogy valamelyik oldalról jön a fény, jó? Na, várjatok, és akkor megmutatom, hogy így néz ki a kék. Tehát ez a kék. Egyébként gyönyörűek lesznek együtt. Tehát föl fogom majd rakni a 10 darabot, amikor kész van. És szerintem álomszépek lesznek együtt. Illetve megmutatom. Egyébként nagyon jól néz ki ezzel a sárgával, így a levéllel. Nézzétek csak. Én valahol belecsillan az ablak, de nem tudom, hogy ti hogy látjátok jobban. Örülök, hogy tetszik nektek, tehát ennek nagyon, mert mondom, én bitang szerelmes vagyok ebbe a cuccba. Várjatok.
Még meg kell tanulnom ellentétesen közlekedni azzal, amire szeretnék. Rendezői jobb rendezőiból. Na. Tehát. Ennyi. Tehát én borzalmasan szeretem. Tehát bármit, most még itt vagyok, akkor egy pár pillanatig kérdezzetek nyugodtan. Tehát bátran használjátok az üvegfestékbe, toljátok bele. Igen, a vízbázisú festékbe is használható, tehát abba is nyugodtan keverjétek a színeket. Tényleg, tehát egyszerűen olyan nyitást készített most a Pentart így nekünk üvegfestőknek, hogy szóval aki ezek után panaszkodik, az nem akar üvegfesteni. De egyébként szerintem minden embere üvegfest, vagy üvegfesteni fog. Jó? Nincs kérdés, hölgyek. Pasztáról és a hókis tájról mondanék egy picit többet. A hópaszta és a deluxe paszta, az két vízbázisú paszta. Én nagyon-nagyon szeretem, akár alsó díszítésre, akár felső díszítésre az üvegnél. Tehát a hókristályt például én imádom alkalmazni téli tájaknál, amikor így spatulával viszem fel a képekre, a megszáradt képekre, mert ez ilyen, mindjárt mutatom, ez ilyen anyag, nézzétek csak. Tehát, hogy ezzel ilyen 3D-s havat is lehet csinálni. Ezt karácsonyi videóban alkalmaztunk, akit érdekel így konkrétan a téma, nézze végig. Illetve szerintem a Cippe Judit szokott még vele nagyon-nagyon sokat dolgozni. Tehát itt a Pentart oldalán is a Cippel Judit, vagy a Cippel Art oldalon meg tudjátok nézni a Judinak a videóit. Szalink és Szilvi is dolgozik vele nagyon sokat. A deluxe paszta, az szintén ilyen, ez egy ilyen sejemfényű anyag, ez egy ilyen sejmes paszta. Ezeket nem lehet belekeverni az üvegfestékbe, tehát a vízbázisú cuccokat nem keverjük össze az alkoholbázisú üvegfestékkel. Tehát lehet keverni, csak kapunk belőle egy olyan valamit, ami az ég egyet a világon semmire nem jó. Jó? Tehát ezek nagyon szép színek. Én nagyon szeretem őket alkalmazni az üveg hátuljának a megszivacsolásához. Tehát simán ilyen körszivacsal, vagy mosogató szivacsal, de nyugodtan szivacsoljátok meg. Én azért szoktam bekeverni a kettőt együtt, mert akkor egy ilyen olyan csillámos felületet ad, ahol nagyon picik a csillámok, mégse hófehér az egész, és ahogy meg van szivacsolva, a kép végének van egy ilyen struktúrált felülete, mint hogyha egy ilyen csajok, hogy hívják azt a papírt, ami így össze van gyűrve, mint amit a virágosok szoktak használni, hogy teljesen olyan, mint hogy össze lenne gyűrve a papír, de egyébként a papír nincs összegyűrve, csak úgy néz ki. Tehát olyan felületet ad neki, illetve hát ugye attól függ, hogy a szivacsot most így tupfoljátok, vagy körkörösen, tehát ezáltal ugye ilyen struktúrmintákat lehet csinálni az üveg hátuljára, és merített, köszönöm szépen, vagy krep, igen, tehát igen, ezeket a stílusokat tudjuk ezzel megcsinálni, tehát akár a kreppapír, akár a merített papír, tehát ennyi igazából. Jó, a minta fent lesz valahol? Figyelj, Moni, ezt a mintát nem nagyon terveztem fölrakni, de figyeljetek, ezt így akkor ezt az egy mintát, ezt fölrakom, nem probléma, tehát akkor fölrakom az üvegfestőiskola csopiba, jó, a mintát, és akkor meg tudjátok festeni, de egyébként ti is tudtok hasonló mintákat csinálni, de fölrakom persze. Tehát nyugodtan fessétek meg. Jó, akkor szerintem, hölgyeim, majdnem ilyen másfél óránál végeztünk. Ha bármi kérdés van, akár itt majd a poszt alatt, akár bármilyen Pentart csoportba, Pentart dekor csoportba nyugodtan, és ha megfestetek valamit az Art Maikával, kérlek szépen, osztátok meg, jó? Én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy így ti hogy értékelitek ezt, és hogy mi lesz benne. Jó, nagyon-nagyon szépen köszönöm. Köszönöm, Mariana, sok szívecskét. Nagyon szép estét kívánok nektek, jó? Sziasztok! Remélem sokatokkal fogunk találkozni a kiállításon. Jó. Sziasztok! És kellemes alkotást!